és itt most le is írja nekünk, mit tudunk vele csinálni. Igazából ugye az élőképet azt láthatod. Gyorsan fog mozogni. Tehát az első körben, hogyha elhúzod a fejét, mozgatod, akkor látod, csak mozgatod. Egy telefonos applikáció segítségével irányítja ezt a robotot a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola diákja. Ez az egyik digitális vívmány, amit a Nyíregyházi Szakképzési Centrum digitális közösségi alkotó műhely munkatársai megmutattak a továbbtanulás előtt álló fiataloknak. Hétfő délelőtt egy olyan tanterembe vezették be a nyolcadikosokat, amelyben különböző szakmák jellegzetes eszközei kaptak helyet. Van egy úgynevezett felszerelt műhelyótunk, amiben minden olyan eszközt felszereltünk, és minden olyan eszközt beletettünk, ami be tudja ezt mutatni a gyerekek számára az alapprogramozástól kezdve a végkifejlett komoly programozásig. Mindazonáltal ugye ki tudnak próbálni minden olyan kézi megmunkáló eszközt, amelyek megmutatják a régi szakmáknak is az alapjait. Így például a forrasztás technikáját is elsajátíthatták a diákok, de különböző fa és fém megmunkáló eszközök is helyet kaptak a tanteremben. Az iskola igazgatója azt mondta, a szakképzési centrum valamennyi rendezvényére ellátogatnak a nyolcadikosokkal, hogy könnyebb legyen számukra a döntés a továbbtanuláshoz. Az iskola igyekszik minden területen segíteni a gyerekek pályaorientálását, pályaorientációját. Pályaorientációs nap keretében támogatjuk a gyerekeket, hogy megszerezzék az információt. Részt veszünk a szakképzési centrum által nyújtott egyéb más lehetőségekkel, tanműhely látogatás, vagy szóróanyag, információs anyag eljuttatásával a szülők, illetve a gyerekek irányába, illetve a városi és megyei szakképzéshez köthető programokon is, ami segíti a gyerekeket a jövőbeni útjuk megtalálásában. Ez volt a digitális közösségi alkotó műhely pályaorientációs roadshowjának első állomása. A szakképzési centrum a közeljövőben nem csak a megyeszékhely, hanem számos kis település általános iskolásaihoz, házhoz viszi a különböző eszközöket.